A nyelvnek mekkora szerepe volt akár, Pusztai János nyelvész egyetemi tanár, az uráli nyelvek és népek kutatója tartott előadást az első nyelvésztábor vendégeként a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. A professzor Két tűz között címmel a magyar nyelv eredetéről beszélt. A cím arra utal, hogy ő maga áll két tűz között, mert egyrészt nem utasítja el a finnugor nyelvrokonságot, de a finnugor nyelvcsaládhoz tartozásunkat valló tudósok között mégis másképp gondolkodik. Nem cáfolja a rokonságot, hanem vizsgálja. Legfőképpen arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi volt az alapnyelv előtt. Úgy gondolja, hogy ez azért fontos, mert hiányzik a korrekt felvilágosítás. Önök, ti most egy hazárulóval álltok szemben. Tudnélik, azok, akik a magyar nyelv finnugor rokonságát nem fogadják el, azok engem is, másokat is, akik finnugor nyelvészettel foglalkoznak, és mondjuk kiállnak a finnugor nyelvrokonság mellett, nemes egyszerűséggel lehazárulóznak. Én ezt láttam már sajtóban is, tehát akkor nyilván így igaz. Ugyanakkor viszont ez az egyik tűz. A másik tűz pedig az, hogy én a finnugor nyelvészeken belül is, a csoportjogon belül is másképpen gondolkodó vagyok. Ennek megfelelően az akadémiai szféra, amelyik közvetíti a hivatalos tudást, ugye például a nyelvrokonság kérdéséről is, nagyon sok színű, sok rétű emberként apostrofál engem, mert ugye mondják, hogy csodabogár tenyésztő vagyok. Itt az előbb természettudományról volt szó, lehet, hogy az én táblám is itt ki fog kerülni egyszer a múzeum falára. Zöldségtermesztő is vagyok, amellett pedig, mint tudós, természetesen dilettáns. Tehát engem támadnak azok is, akik nem fogadják el, támadnak azok is, akik elfogadják, mert én is elfogadom, csak én másképpen. A hivatalosan mondjuk így, vagy kanonizált finnugor nyelvészeti tudást képviselők, és én, illetve nagyon kevesünk között fölmerül, az a kérdés egyszerűen, hogy mi volt az előtt. Tudnélik, az előtt azt jelenti, hogy ugye egy nyelvcsaládot, egy nyelv alapnyelvből vezetnek le, majd erre ki fogok térni szakmai részben, de nem teszik föl azt a kérdést, hogy mi volt az alapnyelv előtt, az honnan jött. Ugye az alapvető probléma az, hogy már egy kicsit elővételezem ezt a kérdést, hogy a történet összehasonlító nyelvészet egyik, ha nem a legfontosabb tennivalója az, hogy rekonstruálja azt a nyelvi állapotot, amely nyelvi állapotból levezethető a nyelvcsaládhoz tartozó nyelvek. Most ezt az állapotot 6000 évvel ezelőtt, 6-7000 évvel ezelőttre teszik. Ez egy, az emberiség történetében egy pillanat. Az anatómiailag modern ember, amely típust mi képviseljük itt, tehát a kromanyonnal fémjelzett típus, az legalább 70000 éves. Abból legalább 40-50000 esztendőt az észak-eurázsiai övezetben él, főképpen az ázsiai része Szibériában. Például, de már az európai oldalon is ott van 10000 esztendeje, az már ugyanúgy beszélt, hogy mi beszéltünk, vagy beszélünk, bocsánat. Tehát, ha ahhoz képest ez az 70-50 ezer esztendőt képest nézem, azt a 6000 esztendős időszakot, amit a történet összehasonlító nyelvészet képes át, vagy bevilágítani mondjuk rekonstrukciós eljárás révén, az egy töredék, az tized része az egész időszaknak, és nagyon nehezen lehet azt elképzelni, én legalábbis nem tudom, bár viszonylag jó fantáziám van, de azt nem tudom elképzelni, hogy mondjuk 6789 évvel ezelőtt egy szép június 18-i napon ilyen délután rájt, egyszer csak megvilágosodott az addig beszélni nem tudó ember. És attól kezdve beszélünk alapnyelvről, amelyből aztán majd szépen le lehet vezetni a mai nyelveket. Az alapvető probléma tehát az, úgy gondolom, hogy mindazok a kérdések, amelyeket néhányat magammal én föltettem az elmúlt egy-két év, néhány évtizedben, olyan következményekkel jártak, hogy a klasszikus vagy hagyományosan gondolkodó nyelvészek számára, hogy elgondolkodnak ezen a helyzeten, azt eredményezi, hogy esetleg ők hiába való munkát végeztek, mert egy rossz koncepció mentén dolgoztak. Ezt én nem mondom. Tudnék, minden kornak megvan a maga tudományos kutatási színvonala, megvannak az ismeretei, módszerei, és időről időre eljön egy időszak, amikor váltani kell.
Ezt paradigmaváltásnak is szokás nevezni, én paradigmaváltásnak hívom, mert bár ez azt sugalná, vagy sugalhatja esetleg, mintha én azt mondanám, hogy eddig volt ez a dogma, aztán most jön az én dogmám, tehát az jó. Nem, tehát az csak inkább a rossz vicc kedvéért mondom, a paradigmaváltást. Én a hagyományos finnugor nyelvészet adataira építve mondom azt, amit mondok, írom azt, amit írok, tehát én nem dobom ki. Pusztai professzor szerint a nyelvrokonság nem érzelmi kérdés. Az igaz, hogy vándorlásunk során sokféle néppel találkoztunk, és így sokféle hatás érte a magyar nyelvet, ám ez nem változtatotta jellegén. A magyar nyelv szerkezete szibériai, és szókincsének meghatározó része finnugor maradt. Talán a világon nincs még egy nyelv, amelynek a nyelvrokonsága társadalmilag akkora érdeklődést váltana ki, és olyan vitákat generálna, mint a magyar nyelvvel kapcsolatos nézetek. Ami azért is kellemetlen, mert tudjuk azt ugyan, hogy a nyelv identitás hordozó, ha nem is kizárólagosan, mert ugye mondjuk a skótok meg az írek, kitűnő skótok és írek tudnak lenni, anélkül, hogy tudnának skótul vagy írül, vagy hát eltekintve a néhány vagy esetleg egy-két tucat százaléktól, akik még beszélik ezeket a nyelveket, de ez Magyarországon előbb-utóbb politikai tényezővé tud válni. Tehát ez egy érzelmi kérdés, ahelyett, hogy tudományos kérdés volna, vagy maradhatna, mert a nyelv rokonsággal összekapcsolják nagyon szorosan az identitástudatunkat is, és nekünk valamiért a finnugor rokonság derogál. Ennek hosszú története van, több évszázados története van. Ettől el kell tekinteni egyszerűen, és akkor kitalálnak mindenféle egyéb. Most nem azt, hogy a világ 150-200 nyelvével rokonították már a magyar nyelvet, most legutóbb ugye a hun kérdés, tehát utóbbi években a hun kérdés merül föl hun erősebben, hun gyöngébben, de ugye egyetlen probléma van ezzel, hogy a hunból 4 szót ismerünk. Abból 3 már ránézésre is, láthatóan indoeurópai jövevényszó. Tudnék, hát azért meg kell nézni, az Attila és a Körej, már az egész család, vagy a 3 gyerek családja már germán volt, germán kapcsolatokkal, germán gyereknevekkel, germán asszonyokkal, és így tovább, és így tovább. Nem tudom mit csinálni. Én nyitott vagyok, én a mindenféle egyéb rokonítási kérdést el tudok képzelni, és le tudok ülni azt a kérdést, vagy felfogást képviselővel megvitatni, ha van nyelvi anyagunk. Az előadáson azt is megtudhatták az érdeklődők, hogy a nyelvrokonság nem egyenlő a néprokonsággal, és hogy nincs finnugor nép, csak finnugor nyelveket beszélő népek vannak. A nagy baj az ezzel az egész nyelvrokonítással, hogy azok, akik elutasítják a magyar nyelv finnugor voltát, azok azt hiszik, hogy a néprokonság és a nyelvrokonság egy és ugyanaz. Joggal mondják, hogy nekünk a vogulok, osztrákok, szamoidok, rokonaink, most eltekintve attól, hogy primitív, ilyen meg olyan népek, ugye, idézett, nem az én szavaim. Tehát rájuk kell nézni, hát ilyen alacsony, meg ilyen a szemen neki, meg ritkás szőre van, meg nem tudom micsoda, hát az eleve nem lehet nekem rokonom, így is van, senki nem mondja, hogy rokon. Ez 18-19. Század, amikor még a nyelv és néprokonságot azonosnak vették, semmi közünk nekünk nincs olyan, hogy finnugor nép. Finnugor nyelveket beszélő népek vannak. Hát legalább 3-4, na, két és fél rasszhoz tartoznak, és azon belül a különböző arrasszokhoz a különböző finnugor népek. Hát meg kell nézni, a finnek meg a magyarok rokon egymásnak nem. Az egy skandináv altípus, még egy közép-európai altípus vagyunk, megjegyzem bizonyos ázsiai beütésekkel. Tehát de olyan sincs, hogy atiszta magyar nép. Hát kérem szépen, meg kell nézni, az nagyon felszínes megközelítés első látásra az, hogy azok, akik a legtisztább magyarságot képviselik, ott csak a neveket kell megnézni. Csak szláv, csak német, sváb vagy román nevek. De ők a legmagyarabb magyarok. Kérem szépen, persze. Ugye, csak az elmúlt 1200 esztendőben, vagy nem tudom mióta vagyunk itt a Kárpát-medencében, hogy nagyságrendileg ennyien,
keveredtünk itt mi mindenkivel. A vándorlás során is keveredtünk egy sereg emberrel, hogy arra, vagy néppel, ha arra gondolunk, hogy a mai magyarság génállományában 4% körül van az ázsiai elem, ez többnyire a Szibériát jelent, a honfogláskori magyarokéban 15-16%, akkor látjuk, hogy 1000 esztendő alatt az egy negyedére csökkent a keveredések folytán a genofonnak az a része, amit Szibériához köt bennünket. Na most akkor el lehet képzelni, hogyha vándoroltunk, hogy nem tudom hány ezer esztendőn keresztül még ideértünk, ha ebben a tempóban csökkent ugye például a szibériai elem, akkor amikor elindultunk, akkor mi azért elég tisztán szibériaiak lehettünk. A nyelvrokonság, le kéne rólunk szoknunk, ez nem érzelmi kérdés, hanem tudományos kérdés, és tudatosítani azt, hogy mi nem vagyunk népként rokona a finnugor népeknek, ők se nekünk, hanem csak nyelvileg. Azért, miért nem más? Azért, mert a magyar szókincs és a magyar nyelvtan meghatározó elemei, tetszik vagy nem tetszik, a finnugor, szamoid, és én még rosszabbat mondok, különböző paleo, tehát ős-szibériai népek nyelvtani elemeivel mutatnak rokonságot, ami a szókincset illeti, ilyen messzire nem megyek el, mert a szókincs nagyon gyorsan változik. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a magyar nyelv szibériai grammatikájú, finnugor szókincsű, közép-európai nyelv, mert az elmúlt ezer esztendőben olyan erős német, részben szláv, de a grammatikai szerkezetünket illetőleg német hatás érte a magyart, hogy itt Közép-Európában, magunkat is beleértve, kialakult egy egy német dominanciájú közép-európai nyelvi gondolkodási modell. Így és Gyula írja ugye egy helyütt, hogy azt, hogy a népfia vagy igazolnod, sejt ma nem azzal kellene, honnan jössz, bár ez sem utolsó szempont, azzal esém, hova mész. Ennek ellenére, és ezzel együtt is tudnunk kell, hogy honnan jöttünk, csak nem délibábus álmok kergetésével kellene meghatároznunk a múltunkat, bár azt tudjuk, ugye, hogy a múlt a legbizonytalanabb tényező, tehát az változik a legsűrűbben. Tehát annak örüljünk, hogy az elmúlt 15 ezer esztendőben a felére csökkent a nyelvek száma a mértékadó nyelvészek szerint, és ez a folyamat egyre gyorsabb, a nyelvcsökkenési folyamat egyre gyorsabb, holnap után majd szó lesz arról, hogy a századunk végére egyes felfogások szerint a nyelvek 80-90%-a tűnik el, a jelenlegi 6000 nyelvből marad, tudom én, 1000-nél lényegesen kevesebb nyelv. Tehát egy ilyen folyamatban a magyar nyelv meg tudott maradni. Én azon csodálkozom, hogy például a vándorlásunk során olyan népekkel találkoztunk, amely népeknek a nyelve egyszerűbb szerkezetű, mint a miénk. És ilyenkor az lenne a logikus, hogy a bonyolult szerkezetű nyelvet felejtik el, áttérnek egy egyszerűbb szerkezetű nyelvre, és nem a miénk volt az a magas presztízsű nyelv, amelyik fent tudott maradni, és fennmaradt itt a Kárpát-medencében, és hát csak a Kárpát-medencében hosszan lehetne sorolni azokat a nyelveket, amelyek itt megszűntek az elmúlt 1000 vagy az elmúlt 2000 esztendőben. Az összehasonlító nyelvészet megpróbálja rekonstruálni az alapnyelveket, majd abból levezetik a mai nyelveket. A professzor szerint ez módszertanilag nem helytálló. Nincs végleges igazság, csak feltételezések vannak, mert 6-8-10 ezer éves folyamatokat kell modellezni és bemutatni. Pusztai János szerint az a baj, hogy a tudomány nem foglalkozik az alapnyelv előtti időszakkal, mert nincs hozzá módszere. A problémát abban látja, hogy eddig csak nyelvészeti alapon vizsgálták a nyelv kialakulását, ami nem elegendő. Úgy véli, a többi tudományt is segítségül kell hívni, például a régészetet, a genetikát vagy az antropológiát. Sőt, itt is helytálló a mondás, keresd a nőt. A kiinduló pont, keresd a nőt. Abból kell kiindulnunk, kérem szépen, egy kis közösségek éltek a neolitikumban, mezolitikumban, paleolitikumban, ahol előbb-utóbb rájöttek arra, hogy nem érdemes a legközelebb levővel összejönnöm, házasodnom, vagy mit tudom micsoda, mert abból nem sül ki jó. A másik elment, nem tudom, messziről hozott magának nőt, szomszédnője mindig zöldebb, szokták mondani, ugye. Tehát
És ott neki vannak gyerekei, meg egészséges gyerekei, nem tudom micsoda. Kérem szépen, hozok én is távolról egyet, ahhoz, hogy a gyerek összejön, a bocsánat a kifejezését, hogy nem kell tudnom a másik nyelvét. Neki se kell tudni enyémet. Biztos, hogy más nyelven beszélünk. Gyerek megszületik, milyen nyelven fog a gyerek beszélni? Az anyja nyelvén. Az anyja nyelvén, aki idegen az adott közösségben. Tehát az A közösségben a B nyelven fog a gyerek először megszólalni, az apja úgyis mindig vadászik. Ugye? Na most, de meg fogja tanulni persze az A nyelvet is, apjától, kint az utcán, vagy kint a szabadban játszik a többiekkel. Tehát a gyerek kétnyelvű lesz, az anya is előbb-utóbb meg fogja tanulni, és az anya nagy valószínűséggel úgy fogja megtanulni a befogadó közösség nyelvét, hogy a saját anyanyelve hatni fog rá. Ez az interferencia jelenség. Ha idegen nyelven beszélünk, és ha nem tudjuk pontosan az adott struktúrát, akkor lefordítjuk az anyanyelvünkről, és azt hisszük, hogy jó. Megértik, de az az anyanyelv azt fogja mondani, hogy hibás. De megérti, mit mondok. Az anya így fog beszélni, nagy valószínűs. Akkor még nem volt nyelvstratégiai intézet, nem volt nyelvfejesség, nem volt akadémia, meg nem tudom micsoda, amíg szabályozta volna a nyelvhasználatot, ott nagyon lazák voltak a viszonyok. Hát nem kell messzire elmennünk a 15-16. Században Tallinnban hajós kapitány a magisztrátusnak írt levelében egy soron belül négy nyelvnek a szavait használja, mert Tallinnban akkor mindenki beszélt négy nyelven. Sőt, nem érdekelt, hogy most innen vette át, onnan vette át, hanem neki így jött, levélbe írta, kész. Na most, a gyerek megtanulja tehát mind a két nyelvet, és kint halljam, hogy a Pistike valami egész más nyelven beszél. Nem úgy, mint az anyu, meg nem úgy, mint az apu. Igen, mert az ő mamája a C közösségből van, és ő meg a CA nyelvet beszéli, és a mi Pistikénk, illetve a mi gyerekünk, kíváncsi gyerek, nyelvésznek készül, ugye, és megtanulja a Pistikének a nyelvét, és három nyelvű lesz. Nem kell messzire menni. Afrikába el kell menni, a törzsek sok nyelvűek. Mindenki a szomszédjával az adott nyelven beszél, mint ahogy Magyarországon a nemzetiségek által lakott területeken, ma már sajnos kevésbé, de mondjuk még az én szüleim falujában, ott nem egy ember három nyelven beszélt, mert Nyugat-Magyarországon van szó, mert ott a svábok laktak, krobótok laktak, tehát horvátok laktak, meg magyarok laktak. És mindenki beszélt a másik nyelvét. Pusztai professzor előadásán bemutatta az alapnyelv előtörténetét, kialakulását és felbomlását. Az uráli nyelvcsalád alaktanát vizsgálva két csoportra bontotta nyelveinket, s rámutatott a hagyományos és az általa vallott nézetek különbségére. A magyar nyelv szerint a szibíriai nyelvtanú, finnugor szókincsű, közép-európai nyelv. Én tehát azt gondolom, hogy az alapnyelvet megelőző időszakban a következő lehetett a helyzet, nem ilyen volt, hanem ilyen lehetett a helyzet. Megnéztem a mai uráli nyelvek alaktanát. Az alaktan az a legkevésbé változó, legkonzervatívabb és legarchaikusabb rétege a nyelvnek. Van ellenpélda, mert az angol egyik napra a másikra elveszítette az alaktanát, de ilyen példa alig van a világon, valamiért ők többén feladták. Hát Shakespeare még úgy ragozott, ahogy a németek ragoznak ma. Ugye körülbelül még Shakespeare még így csinálta, a még korábbiak még inkább, bár ez az inkákra vonatkozik, az inkább. De szóval, tehát az alaktant néztem meg az uráli nyelvcsaládban, és azt látom, hogy két csoportra lehet bontani, nem a hagyományos felfogás szerint, hanem az alaktan szerint a nyelveinket. Vannak a mai balti finnek, tehát a finn, észt, lív, karjala és a többi, és vannak a permiek, komi, udmurt, meg a mari. Marit a volgaihoz szokták sorolni. Ezek alkotják, az itt helytelen névvel én is így használtam, a könyvemben is, még amikor a kérdés lezárásaként írtam pár évvel ezelőtt, hogy finnugorok, hát nem lehet finnugorok, mert ugorok itt vannak, tehát nincsenek benne, finper még olyan furcsa lett volna. Tehát a tulajdonképpeni finn valamicsodák, és ez az Urál-hegység, és ettől keletre vannak a paleo-szibériaiak, vagy az ős-szibériaiak. És ezek közé sorolom az ugorokat, köztük a magyart, a mordvint, ez is kiütötte a biztosítékot, hogy kevésbé tudományosan fogalmazok, meg a szamoédok. Tehát ezek ős-szibériaiak, az ő nyelvtanuk
morfológiák tele van olyan elemmel, ami csak a paleoszibéri nyelvekben van meg, a csukcsban, a kamcsadálban, az eszkimóban van tucat nyelv körülbelül, amelyik sehova nem sorolható be, és ezért hívják őket összefoglalva paleo vagy ősszibériainak. És itt az Urál-hegység egyúttal tipológiai és nyelvrokonsági határt is képezett akkor. Majd a következő történt, bejött egy csoport, a jeniszeiek, ezt régészetileg lehet tudni 8-10 évvel ezelőtt, bejött a Jeniszei folyó medencébe, és ezért utólag jeniszeieknek nevezik őket, más genetika, más nyelv, nem ragozó nyelv, hanem flektálóbb, mint a, csak bonyolultabb, mint az indoeurópai. Bejönnek ide, és elszakítják ezt a láncot, a paleoszibériaknak a láncát. És ezért ez a csoport az Urál-hegységen keresztül szorosabb kapcsolatot kezd ápolni a tulajdonképpen ezzel a helytelen néven finnugorságnak nevezett társasággal. A nyelv tipológiai határ változatlanul itt húzódik az Urálnál, de a nyelvrokonsági, tehát itt a genetikát úgy kell érteni, hogy nyelvrokonság, nem a genetika tudománya. Ugye? Nyelvrokonsági határ viszont egy picivel keletebbre, tehát ugye Jeniszei tájékára tolódik át, vagy tehát a Dob-Jeniszei közötti területre, és így alakul ki voltak éppen a mai uráli nyelvcsalád. Ez azzal járt, hogy ennek a társaságnak, az Ugor-Morvin-Szamói társaságnak a alapgrammatikája az megmaradt paleoszibériai, majd egy-két példát mutatok a magyarból, a szókészlete finnugorrá vált, alapjában véve, vannak ma még ismeretlen elemek is. Úgyhogy ez a három tömb alkotja a finnugor nyelvcsaládot. Ez a legnagyobb különbség a hagyományos és az én felfogásom között, és ettől kezdve az összes többi majdnem minden magyarázható úgy, hogy hagyományosan magyarázandó, vagy hogy magyarázzák, majdnem minden. De ezt a feltételezést nem hajlandó a szakmatudomásom. A szibériai nyelvtant a két igeragozás, a kettős szám, a tárgy kifejezése és az ige szemlélet bizonyítja. Az 400 évvel ezelőtti levelekben, amelyeket elemeztek Bárci Géza, Abafi Erzsébet, mások is, egy sereg olyan példát hoznak, ahol másképpen használták akkor az alanyiragozást, mint ma, tehát ahol akkor alanyit használtak, ma tárgyast használunk, ahol akkor tárgyast használtak, ma alanyit használunk. Ez nem jelenti azt, hogy a paradigmák kicserélődtek, mert használják ugyanúgy is, ahogy ma használjuk, de egy sereg példában másképpen. Arról van tudnilik szó, hogy, és utána még egy momentumot szeretnék a figyelmükbe ajánlani. A nyelv gazdaságos rendszer egy dolgot igyekszik egy eszközzel kifejezni. Ezzel szemben mit csinál a magyar nyelv? Ha határozott tárgy van a mondatban, akkor két eszközt használ. Az egyik eszköz az, hogy más ragot alkalmaz, mint az alanyiragodásban, plusz kötelezően kiteszi a határozott névelőt. Miközben rendszertani szempontból elég volna azt, hogy olvasom könyvet, olvasok könyvet. Vagy a német mintájára olvasok egy könyvet, olvasok a könyvet. Ich lese ein Buch, ich lese das Buch. Ugye? Nem, a magyar kettőt használ. Miért? Amikor redundancia van, tehát terjengősség van, tehát amikor egy jelenséget két eszközzel használok, annak valami rendszertani oka van, összeütközik egy régi rendszer és egy új rendszer, és még nem dőlt el a mérkőzés. És akkor ehhez jön hozzá a 16. századi eltérő használat, és ezt nem tudják megmagyarázni a magyar nyelvtörténészek. Nem lehet, egész addig nem lehet megmagyarázni, amíg csak a magyar nyelvből indulnak ki. De ha kicsit szélesebb körben körülnéznek, akkor rá lehet jönni arra, hogy mi a megoldás, tudni, a paleoszibériai nyelvekben, meg a szamoédban is nem a tárgy határozottsága, határozatlansága alapján választják meg az igeragozást, alanyi vagy tárgyas, hanem a fókuszpozíció szerint a beszélő mit tart fontosnak, nem a határozottság, határozatlanság. Amikor azt mondom, hogy az apa olvassa a könyvet,
semleges legyen. Apa könyvet olvas. És ha azt akarom kihangsúlyozni, hogy könyvet és nem füzetet, újságot, könyvet, akkor a szamoédban az úgynevezett alanyi ragudást használják. Az apa könyvet olvas, ha a könyvet hangsúlyozom ki. Független attól, hogy határozott könyvről van szó, vagy határozatlanról. Ha azt mondom, hogy az apa könyvet olvas, és nem széttép, vagy kidob, akkor tárgyas ragudást használok, úgynevezett tárgyas ragudást használok, mert a fókuszban az állítmány van. És amikor fókuszpozícióban gondolkodom, akkor mindig van valami, amivel az adott fókusz szembeállítom. Tehát az apa könyvet olvas, és nem kidob. Az apa könyvet olvas, és nem újságot. Megdöbbentő példát, mert nyelvészeti szempontból. A sámán fölment a holdba. Ezt lehet mondani normálisan alanyi ragozással is, akkor egy semleges megállapítás van. De hogyha ki akarom emelni, hogy fölment és nem lejött, akkor a szamoédban tárgyas igazságot használ, úgynevezett tárgyas igazságot használnak. Holott a közelben nincs tárgy, nem is lehet neki tárgya. A fókuszban az van, hogy fölment a sámán és nem lejött, vagy nem tudom, mit csinált a sámán. És ilyenkor úgynevezett tárgyas igazságot használnak. Ez a magyarázata, ez lehet a magyarázata a magyarban ennek a kettőségnek, tehát itt, hogy a régi rendszer a fókusz volt, de ide jöttünk Európába, ahol meg a határozottság, határozatlanság lett a fontos, és főleg itt a közép-európai térségben a német Derridász meghatározta a létünket. A finnugor szókincs a közös finnugor szókészlettel, az alapnyelv szókészletével és a finnugor eredetű szavak használati arányával magyarázható. A magyar nyelvben 700 körül van az uráli finnugor eredetű szavak száma, ez nem túl sok, nem is kevés, de nem túl sok, viszont a használati arányuk szöveg típustól függően nagyon magas, 60-80. Nyilván az atomfizikában kicsit kevesebb, de a köznyelvben, irodalomban sem 80%. És a 100 leggyakoribb szóból is 87 finnugor eredetű vagy finnugor eredetű tőből képzett szó. A magyar nyelv közép-európaiságát a tanár úr a jövevényszavakkal, a német hatással, a német tükörfordításokkal, az összetett szavak elterjedésével és az igevonzatok kialakulásával magyarázta. Nyilván a nyelvi kapcsolatok elsősorban a szókészlet gyarapodásában érhetők tetten, és főleg ezt látja mondjuk a nem nyelvész, tehát a laikus, szláv, latin, német, stb. Jövevényszavak, de például a szakszókincs terminológia területén az, hogy a magyar igyekezett minden fogalmat saját szavával kifejezni, az nagy mértékben német hatásnak köszönhető. A latin nyelvű, illetve az anyanyelvű terminológia határa, az a német nyelvterület nyugati határán van. Attól keletre, tehát beleértve a német területet is, egész az oroszig, mert a német cseh orosz áttételen keresztül az orosz is igyekezett mindent, amit csak lehet lefordítani. A magyarban az ilyen jellegű terminológia nagy mértékben ugye német tükörfordítás. Szó kincs. Wort, Schatz, táv, irat, fern, schreiben. És hát az igekötős igék ezreit, ha már itt vagyunk ugye Kazinci szomszédságában, akkor, vagy meg hálószobája mellett, akkor nem is kell hangsúlyoznom, mert ezrével tükörfordítottak, a tükörfordítás is Spiegel übersetzung, tükör, tojás, Spiegel, Ei. De a Bierbauch, a sörhas, és hát rengeteget lehetne idézni, hozni példát. Hát 600 év alatt a magyar nyelven az összetett szavak is, főképpen német mintára és tükörfordítás révén létrehozott összetett szavak aránya meg 30-valahány százalék, tehát durván 1/3, tehát teszik ki a magyar szókészletnek az összetett szavak. És ezeknek a zöme német tükörfordítás, és a 13.-4. század, nem tudom, akkor még 4% volt körülbelül, ha jól emlékszem a számokra. A professzor azt vallja, hogy kockázat nélkül nincs tudomány. Ő a kockázatot választotta, mert úgy gondolja, hogy akkor tesszük a legtöbbet anyanyelvünkért, ha ápoljuk, magas szinten, igényesen műveljük, és részesei vagyunk a kulturális felemelkedésnek.